György Auditro nem csak a templomáról híres, hanem arról is, hogy van itt is egy nem akármilyen farsangi hagyomány. Nem szoktam sok helyről elkésni, de most pont ez történt, hogy megkéstem. Fasza volt úgy végigjönni a falun, hogy ilyen halás, törökbasák, s mindenki mentek előtte. Most pedig megérkeztünk, úgyhogy nézzük, hogy mi vár itt ránk gyorsan. Készülgettem, de az igazság, hogy nem erősen volt eddig ilyen összefogó anyag rólik, úgyhogy ezért is jöttem, és ezért is örvendék a meghívásnak, hogy akkor végre készül rólik egy vlog, ami így, hát reméljük, hogy körbe fogja az egész farsangikot nekik. Mondtam, hogy szerelj nekem valami csajokat, de nem ilyen. Szeretem! Zsorgatnak ott, mi van? Jól van benne? Ebben gyógyszer! Gyógyszer, mert szívem úgy fáj, és központ messze van. Ne, egy-kettőt bépalok, és azon még tovább. Meg tetszik-e kóstolni? Ne. Kóstoljuk még, mutassuk meg neki. Ebből nem, akkor ne. Hogyha ne? Kínáló csak jön neki. Bánatikba isznak, vagy mire fel isznak? Nem, már mennyi gyógyszert szedtem, a bájam úgy ki van! Na, egészségünkre! Azaz Marika, ne köves hagyja! Jaj! Ettől a pinában az őrfele! Ha nem az a fiatal négy óvás, az el kell menjek! Nézd meg, bevizsgálj! Nézd meg, milyen szép szál fiatal! Azt várják mondjuk a nőgyógyász, figyelj, vizsgálja meg. Jó, haladé! Oda jön, bénéz! Egy az egyben minden fájdalmam elmúlik. Nézd meg! Jövőre is gyermek, adjatok nekik valami finomat! Egyszer, és ne szítsék! Itt Kári, ez mi sincs a volt, ha? Rendeljen meg, ne legyek ilyen hülye! András, nem, az nem segít már rajtad. A kóértával jöttél a gyermektartásra, erre válaszolja. Már nem így, még azt se tudod. Hasonlíte. Igen, ugye? De tudják, hogy mit csinál ilyen feketét? Nem. Azért van nagyon le van kormosodva a csöve. Tolna megyéből Bátaszékről jöttünk, ami testvértelepülése Auditrónak, és tulajdonképpen a testvértelepülési kapcsolat miatt jöttünk. Ez egyébként Csobán ruha, ami olyan, mint a mohácsi busó, de ezt a bukovinai székelyek hordták, és ezzel üldözték el a telet. Közel vagyunk Mohácshoz, és ott vannak a busók. Ja, és akkor részt veszünk a mohácsi busójáráson. Igen, ott is részt veszünk. Maszkodot azt esetleg megmutatod? Megmutatom, ez... Ez így a szép. Jó, hát köszönöm szépen. És akkor induljon meg a menet. Felszegiek már gyülekeznek, s várják a farsangolókot, hogy mielőtt a központba vonulnának, felszegbe is előadják az íj és köri felépített színdarabot. Jó napot és jó erős tüdőt, hogy velünk törzhessék ezt a kevés időt! Kerülnél az égkezem, amit elkezett a Tisztelt gyászoló gyülekezet! Ha velünk már megtörtént az a szomorú eset,
szegény meghalt íj és testélet. Énekeljük el énekes könyvünkből 636. oldal 236-os énekét, melynek a címe a lányok, a lányok, a lányok angyalok. Fekkelek a lányok! A lányok, a lányok, a lányok, a lányok, a jaj, ne vigyék arra, mert megakad a karja, s visszajön a nyakamra! Jaj, jaj, jaj! Vigyék, vigyék a pokolra, úgyis visszajön a nyakamra! Jaj, jaj, jaj! Drága is! Egész nyáron nem csináltál egyebet, csak a tököndről hajtottad a legyet! Jaj, meszelni es kéne, de téged ott még síratni es kéne! Jó, jó, jó! Nem is ússáltál mindenit! Meghaltál! Jaj, a derekamot tönkre tette! Száradjon el a lelked a pokolba! Mint a bárány szarad oldalba! Na minden! Én is adok neki! Jaj, 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 jaj! 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 Jaj, jaj, hogy múlóban van a farsang napja, eljött hozzánk a búcsú órája. Végezetül meg egyszer könyörögjünk így és testvérünkét a következő kérésekkel. Drága jó Isten, a józan élettől, ments meg minket, Uram! Harus nyajostól, ments meg minket, Uram! Választásoktól, ami miatt elmarad a faluna. Ments meg minket, Uram! A magas villanyszámlától. Ments meg minket, Uram! Az üres butéliától. Ments meg minket, Uram! A maszkviseléstől. Ments meg a tizedik hullámtól, ments meg minket, Uram! Az adó emeléstől, ments meg minket, Uram! Az ilyen papottól, mint a ments meg minket, Uram! Végezetül ments meg a falu szájától, ments meg minket, az én szereplőm az, hogy török vagyok,
vannak az öregebbek, azok előkére gyerek, meg itt van idősebbek, és hátul a fiatalok azok, no, már jobban kell húzni hátul, mint elő. Azután, ahogy elégetedik a bábú, én úgy tudom, hogy többet nem szabad vicceltetni, ez mennyire igaz? Hát, szabad vicceltetni hazáig. Nincs megállás. Most elmondod nekem, hogy neked az, hogy török basa vagy, mi a szerepet? Hát előkér harsoklatni. Tehát miből áll a harsoklat? Hát gyakran gyere, meg kell húzni az ostot. De te vagy a törököknek a főnök? A vezetője, igen. De azt csinálják, amit mondasz? Igen. És mit szoktál általában dirigálni neki? Ami jön. Általában rosszat. És engeded, hogy így annak? Hát annál jobban tudnak harsoklatni. Tudom, hogy sokan néznek engem Budapestről, leírhassátok kommentben, hogy honnan nézitek ezt a videót, viszont én itt vagyok most a parlament miniatűr másolata előtt. Ugyanis Ditróban már itt vagyunk, ezt is meg kell említenem, hogy itt nem akármilyen munkák vannak. Nem csak a parlament, hanem a ditrói templom is le van miniatűrben, makettba csinálva. Ditrói helyi lakos készített, szerintem hatalmas munka van ezekben. Na de vígfarsangot mindenkinek, folytatódjon a felvonulás! Eddig milyen? Nagyon jó. Jöjjenek a pokolba! Jöjjön így a szállító! Jöjjenek a pokolba! Marcika, bajusszod el a gyermeket, a bára találod! Nézzek meg ez a fekete, hogy hasonlít a jád! Addig vettél a piros sokkal, hogy ez a hosszú lábú ikám! Melyik illik a jád! Az egyik kedvenc elmezem az pont ő, aki a szekérbe ült, de amióta itt vagyok figyelem, és nem tudom eldönteni, hogy akkor most ő fiú vagy lány valójában. Hány esztendős a kecské a bácsi? Mit ad enni? Szemet, nem. Csak vele itt a hozból, ennyi. Hát, hogyha nem hallottátok volna, megkérdeztem az elébb, hogy mennyi idős a kecske. Azt mondta a bácsi, hogy 60-70 éves, és kérdeztem, hogy mit ad enni, és azt mondta, hogy a botból vár ést. Hát közben szelfizgettünk is, de... Köszi szépen! Hoppig! Jaj, nézd meg pont, hogy jól tudom, bába! Tessék ma! Isten áldjon meg! Haladjatok! Isten áldjon meg! A vicces a fiatalság azért belé van nevelve ebbe, viszont mindenki olyan szépen beléolvad a szerepében, mindenki, amit, ami az ő feladat, azt olyan szépen, olyan ügyesen csinálja, hogy hihetetlen, közben nem hallok.
Eddig se hallottam valami jól a bolfilmmel, de most már jobban se kezdek, addig ricsiktettek, hogy csináljunk. Amit így és Nélálé adnak, ott az ilyen sirató asszonyoknak a szövege, az hasonlít az alsó főfalviakéhoz, mert még ott, amikor ott videóztam volt, akkor láttam hasonlót, vagy hallottam hasonlókot, de szuper az egész. Nagy élménynek tartom a farsangot. Nem itt születtem, Oroszhegyen születtem, de nagyon szeretem őrizni a hagyományokat, ezért döntöttem amellett, hogy beállok a Hagyományőrző Egyesületbe, és őrzöm a Detroit farsangot. Amiatt, hogy minden gyermek szeresse meg a farsangot, a fiatalok kapcsolódjanak be, és éljék át a hagyományokat, hogy tudjunk megmaradni. Nénike, tesszük adni egy lejt, egy lejt! De nálam nincs pénz! Nincs pénz nálam! Adjanak egy lejt! Ha tudtuk volna, hogy gyerjétek akkor! Néniknek tetszik az idei farsang. Jó, jaj, szépek, felvonulás! Elég jó! Nekünk nem újdonság, mert mi minden évben látunk. Látunk még a 70-es években is úgy, de maga nem ide valós. Nem, Kovász nem egyéből jöttem. Vámok voltak is, én láttam. Ötöt lejtettek a perségbe. Köszönj a főnök! Mi mind az Egyesület 2011-től szervezzük a farsangot, a farsangi felvonulásokat. Nem csak Ditróba, hanem Magyarországon is megfordultunk már többször is testvértelepüléseiken. A farsangi felvonulás az inkább egy megszervezett folyamat, amelyet a török vasa vezet, majd a törökök, utána az íjést húzzák szekéren, valamint a mennyasszony vőlegény, zenekar, énekesek is ugyancsak a törökök zárják. Pontos azt elmondanom, hogy a török jelmezünk az le van védve, mivel Gyergyói medencében az egyetlen település az, ahol a legrégebbi hagyományal élünk és éltetünk. És nagyon jó leső érzés, hogy az idén nagyon sok fiatal érdeklődött, nagyon sok fiatal bekapcsolódott a rendezvényre, és többen már szeretnének jövőre is bekapcsolódni. Tetszett mondani, hogy itt a legrégebbi, hogy lehet-e évszámot tudni? Ez a tatárjárásra vezethetünk vissza. A török jelmez ugyanis onnan ered, hogy a férfiakat elvitték a háborúba, és a faluban maradt nők voltak azok, akik a falut megvédték, azzal, hogy székely szoknyát köttek össze lábszáron, székely férfi csizmát húztak, férfi inget vettek, hárászkendőt, és maszkot csináltak maguknak. Férfinek öltöztek be, és így védték meg a falut a betolakodott. Hát én idéntől kezdtem el, idén álltam be ebbe az egész csoportba, mert sokat jártunk cigányruhákkal szerepelni, és azért kicsit így vonzott, hogy akkor, ha már a farsang ekkora nagy ünnepség itt nálunk, akkor már miért ne vehetnék részt itt is. Úgyhogy igen, ennyi kb. Thank you.
Na hát, megjöttünk a végső helyszínre, ahol égetik a bábút. Azt mondják itt nekem a legény mellettem, hogy ennyien még úgy lehet, hogy sose voltak itt. Vagyis az elmúlt években biztos, hogy nem. Gazdasszonyok, leányok, legények és minden kedves hittelőknek pálinkás, jó napot és jó erős külőt, hogy velünk tölthessék a kevés időt. Annyi volt! Yeah!
kívánjuk, hogy évről évre részt vegyenek ebben. Hát mi ott? Mi a hagyomány? A hagyomány. És azért láttam, hogy jócskán voltak fiatalok minden. Hát a fiataloknak kell látod. Amikor 1990-ben mi is fiatalabbak voltunk, nem ilyen öreg. Szeretnük átadni a fiataloknak, a jövő generációnak. Ehhez kívánok sok egészséget. Köszönjük szépen, még 40 év múlva is tudjunk találkozni. Így van. Ez lett volna a Gyergyó Ditrói Farsang temetésről a vlogunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy sikerült egy átfogó videót csinálni. Köszönöm a Ditrójának a meghívást, fogadtatást, és sok sikert a továbbiakban. Kérlek, iratkozzatok fel, a csengőt nyomjátok, BV támogatva a munkámat, és találkozunk a következő videóban. Szerusztok! Csuklát, nudlát mindenkinek!